Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Halleluja és dicsőség Istennek! Nagyon nagy örömmel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Itt bejelentkezünk Miskolcról, a Forrásházból, az Új Szövetség Gyülekezetből, és a mai napon Isten népe ébresztő, fantasztikus szolgálat történik, is, és, folytatódik, és, és a rajtás lapszódiáját olvasom fel nektek. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk az Isten tiszteletünkre, vasárnap, minden vasárnap 10 órától Miskolcon, és élőben is lehet követni a szolgálatunkat. Gyertek és csatlakozzatok, és lehetek részei a gyülekezetnek, és a munkánknak, és a szolgálatunknak. És az is nagyon nagyszerű, hogy itt vagytok velem a mai napon. Amen, halleluja, dicsőség Istennek. Kriszpásztor mai üzenetének a címe: Egyre növekvő szolgálat. A Róma 15 24 azt mondja: Annak okáért meg is akadályoztattam, gyakran a hozzátok való menetelben. Most pedig, mivel hogy nincs már helyem e tartományokban, vágyódván pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok. A Hiszpániába megyek, elmegyek hozzátok. Pál és az Evangélium szolgálatához kapcsolódó szemlélő hozzáállása mélyen megihlet engem, mondja Kriszpásztor. Gondolj csak bele abba, amit az alapigényben olvastunk. A római gyülekezetnek magyarázta azt, hogy miért nem látogatta meg őket. Azt mondta, foglalatos voltam az Ige hirdetéssel más tartományokban, de most végeztem, nincs más hely, ahol ne hirdettem volna a Krisztust. Most már azért, Meglátogathatlak, uh, ö, meglátogathatlak úton Hispániába. Amikor Pál vagy a többi apostol életét tanulmányozod az apostolok cselekedeteiben egy folyamatosan növekvő szolgálatot figyelhetsz meg. Az 2 kettőben még nemrég ilyet tanítványok a hirtelen felháborodtak, miután megkapják a szent szelemet pünkös napján. Péter, mikor elmondta az első prédikációját, három ezer lélek üdvözült. Azt mondja az Abcsel 2.41, akik azért örömest vették a beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakozott azon a napon, mint egy három ezer lélek. A harmadik fejezetben egészen a negyedik fejezet elejéig arról olvashatunk, ahogy Péter meggyógyított egy sánta embert, aki alapmizsnáért koldult az ékes kapunál. Ennek következményeképpen az emberek összegyűltek körülöttük. Ekkor Péter meglag, megragadta az alkalmat, hogy prédikáljon és 5000 lélek üdvözült. Azt mondja az apcsán 4.4. sokan pedig azok közül, kik hallgatták az igét, hittek, és lett a férfiak száma, mint egy 5000, tehát azok száma, akik akkor ö, ö, megtértek és üdvözültek 5000 férfi volt az ige, hogyha látod egyébként a többi beszámolóban is, akár a kenyér és a hal megszaporításánál a férfiakat emeli ki, nem számolja bele a nőket és a gyermekeket sem. Tehát itt azt mondja, 5000 férfi, de számolj azzal, hogyha valakinek van egy felesége, vagy ha már csak a felének is van egy felesége, aki ott van, meg van egy gyereke, aki már mondjuk 18 éves, vagy fiatalabb inkább, de hogy ők is át, átadták az életüket Istennek, Jézusnak. Tehát itt sokkal nagyobb számokról beszélünk, legalább másfélszer ilyen számokról, mindig, amikor férfiakról említ az ige, tehát itt, itt nagyon nagy számban megtértek az emberek, és ezt láthatjuk, amit olvastunk az előző napon is, hogy, illetve Péternél itt van, hogy három ezren megtértek. Dicsőség Istennek, ezek, ez, ez fantasztikus. Az apostolok cselekedetei 4.31-ben pedig arról olvasunk, hogy miután az apostolok imádkoztak és beteltek szent szellemmel, az Isten beszédét bátorsággal szólták vala. Az eredmény ismét az volt, hogy sokan elkezdtek hinni. Az apostolok hirdették az evangéliumot és csodákat tettek. Az apcsál 5.12-ben a következőt olvassuk: az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között, és egy minnyájan minnyáján a Salamon tornácában voltak. A 14. versben pedig ez szerepel, hívők pedig mindinkább csatlakoztak az úrhoz, úgy férfiak, mint asszonyoknak sokassága. Figyeld meg a fejlődést. Először három ezer lélek hitt egyszerre. A következő alkalommal azok száma, akik hittek, körülbelül ötezer volt, nők is gyermekek nélkül. Utána egy teljes sokaság, és itt nem volt vége. Az Apcselőt 14-ben Lukács sokasságként írja le a hívők létszámát. Ez tehát egy egyre növekvő szolgálat. És uh, tudjátok, az Ige, tehát ez, ez, nem, ez nem, egy, nem egy mese. Ez nem egy ilyen, ó, és akkor elmesélem nektek, mi volt az Apcselőtben, vagy ó, mesé, elmesélem nektek az, az apostolok cselekedeteit. Az apostolok cselekedetei nem egy mese. És amint a ma van, mai napon, az abcsel végén nincs ámen. Nincs az, hogy vége, nincs az, hogy befejezve, nincs, nincs, nincs az, hogy le van zárva. vannak beszédek, pálapostolnak a, a, a levelei, az ő kezével alá lettek írva, de volt eleje, volt vége. Az abcselnek van eleje, de nincs vége nincs befejezve. A mai napig íródik az apostolok cselekedetei. Sokan azt mondják, az apostolok cselekedetei, azok lejártak, az apcsel ideje lejárt, az apostolok ideje, ideje lejárt, de ezt sehol nem olvassuk az igében. És ha bár volt kimaradás, így van, az első évszázadban levő kereszténység után próbálták ezt elnyomni, próbáltak ennek minden gátat szamni, de az elmúlt most, tehát a, a 20. században, 19. 20. 21. században, tehát elindultak a dolgok, és, és óriási ébredés volt az elmúlt 30 évben is, az elmúlt 50 évben is, az egész világon, és több millióan megtértek, és átadták az életüket Krisztusnak. Tehát ez ugyanúgy folytatódik. A gyógyulások, a szabadulások, a változások. És nekünk is mi van megírva, mint mond Kriszpásztor, egyre növekvő szolgálatán men. A te életedben, az Új szövetség gyülekezet életében, egyre növekvő szolgálat, egyre nagyobb dicsőség, egyre több megtérő, egyre több, uh, akik nyitottak az evangéliumra, Magyarország, ez az üzenet számodra, Magyarország, ez a jövő és ez a remény számunkra, Jézus Krisztus és az ő evangéliuma. Amen. Ez viszi előre egyedül, ez képes előrevinni egyedül ezt a nemzetet, uh, úgy, hogy be tudjuk futni a pályánkat, mint nemzet. Úgyhogy meg tudjunk állni Isten előtt egy napon. Ahhoz elszánt keresztjének kellenek. Olyanok, akiknek az életük sem drága. És nézd meg az, az első században, hogyan harcoltak a hitükért az emberek. Van egy film, régi, azt hiszem, hogy a régebbi változata az, az, az jobb. Kuo Vadis. Ez a neve, és láthatjuk a keresztény üldözést, de tudjátok, ahol üldözik a kereszténységet, hogy még inkább növekszik. Nem lehet beskatujázni, nem lehet bezárni. Nem, Isten szelleme nem így működik. És ott, ahol elutasítják az evangéliumot, még inkább fog terjedni. Ott, ahol ránk zárják az ajtót, ahol bezárják, ahol megakadályozzák, még inkább növekszik. Kínában nagyon nagy mértékben. Iszlám országokban és államokban nagyon komoly mértékben. Nagyon sokan adják át az, a, az életüket Krisztusnak. Ezekben az utolsó időkben élünk, és itt van a végidő. Itt vagyunk az utolsó időben, készen kell álljunk, és mennünk kell, és hirdetnünk az evangéliumot. Akár, azt mondja, alkalmas időben, és alkalmatlan időben is. Lehet, hogy most alkalmas, lehet, hogy alkalmatlan. Készen kell állnunk mindig, amen. Hirdessük az evangéliumot a magyar népnek, és ez fontos, hogy ezt hallják. És egyre növekvő szolgálat, egyre növekvő. Előre is felfelé megyünk, amen. Amen. Halleluja. Dicsőség Istennek. Gyertek és imádkozzunk. Mond, drága atyám, köszönöm neked az egyre növekvő egyházat, a gonosz és esztelen emberek hiába való erőfeszítései ellenére. Imádkozom az egyházért a világ körül, hogy legyen egység, stabilitás és növekedés, míg eljutunk minnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett felnőtt korra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Jézus nevében. Amen, amen és halleluja. Egyre növekvő szolgálat, egyre növekvő szolgálat, egyre növekvő dicsőség. Így menetelünk előre ezen a mai napon is, Istennek a dicsőségére, és így áldalak meg benneteket. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és kívánok nektek egy nagyon áldott napot. Isten áldjon benneteket! Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott teljes királyi papság és szent nép Isten népe, ébresztő!